Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönjük szépen, hogy a szép idő dacára ilyen jeles számban jelentek meg a Veritas esteknek a 2019 áprilisi rendezvényén. A Párhuzamos Nemzetépítések az Osztrák-Magyar Monarchiában című vitaestet vagy beszélgetést fogják hallani. A beszélgetésnek a két résztvevője professzor dr. Gergely András egyetemi tanár, illetve Lajtai László, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa. A beszélgetés moderátora pedig én vagyok, Herman Róbert, ugye a dualizmuskori kutatócsoportnak a vezetője. Azt javaslom, hogy kezdjünk is bele. Ugye egy óriási témáról van szó, hiszen maga a monarchia is elég nagy volt, és elég sok nemzetiség és nemzet foglalt benne helyet. Úgy gondolom, hogy néhány szót azért magának a monarchiának a létrejöttéről is kell beszélnünk. Mik voltak az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttének a közvetlen és a távolabbi előzményei, a nemzetállam és a birodalmiság összeütközése szempontjából? Gondolok itt az Osztrák Császárság létrejöttére, a népek tavaszára, vagy a birodalom újjászervezési kísérleteire. Gergely professzor urat kérném először. Köszönöm szépen a szót. Hallatszom? Köszönöm, igen, és én is köszöntöm a jelenlévőket, köztük a sok ismerőst. Nos, hát nagyon nehéz a téma, a nagysága miatt elsősorban, mert hát könnyű lenne azt mondani, hogy hát a mi nemzetépítésünk a legjobb, a többieké pedig olyan, amilyen, szóval ugye ez egy hagyományos hozzáállás lenne, amikor minden nemzet a saját lovát dicséri. De hát nézzünk egy kicsit körül, a dolog rendkívül összetett. Először is már 13 nemzetről és nemzetiségről van szó, ami már önmagában egy nagyon nagy szám, ez meg annyi nemzetépítést jelent, ám de, ha kicsit közelebbről megvizsgáljuk az egyes nemzeteket, nemzetiségeket, mert ugye nem mindenki lakott itt teljes számba, tehát ott vannak nemzetiségek, mint mondjuk a szerbek, és vannak nemzetek, mint mondjuk a csehek. De mielőtt ezeknek a taglalásába belemennénk, még egy előzetes megjegyzést kell tennem, hogy a 13 nemzet nem 13 nemzetépítést jelent, hanem legalább 20-at vagy 25-öt. Tudnék, egy nemzetben ekkoriban még több nemzetépítési koncepció is létezett, amelyek az egyes nemzeteken belül egymással is konkuráltak. Hadd vegyem példának a legismertebb nemzetet, ebben a körben a legismertebbet, a magyar. Kérem szépen, itt van egy 67-es koncepció, hogy a birodalomban részünk van, részt vállalunk, tartósan először 67 óta, és tart ez 18-ig, és ebben a konstrukcióban reméljük azt, hogy a magyar nemzet erősödik, asszimilálja a nemzetiségeket, amelyek a területén élnek, és így egy erősebb birodalom részt fog képezni, nem pedig csak egy közjogilag 50%-ot, hanem ténylegesen is 50 vagy 60%-ot majd később. De van egy másik magyar nemzetépítési koncepció, amelyet a magyarok többsége val magáénak, és ez a függetlenségi párt álláspontja, amely szerint a kiegyezésen javítani kell, a magyar közjogi álláspontot meg kell erősíteni, lehetőleg egy personális unió felé haladjunk, sőt, a függetlenség szóban benne van az is, hogy legyünk teljesen függetlenek, kedvező feltételek esetén szakadjunk ki a monarchiából, és ez a harmadik koncepció, ha külön választom a függetlenségi párttól, amely mégiscsak a Habsburg birodalomban kereste volna Magyarország boldogulását, és ez a Kossuthi koncepció, amelyet nagyon kevesen osztottak, de mégis meg kell róla emlékeznünk, amely szerint csak a teljesen független Magyarországhoz jövőt, és pedig oly módon, hogy a nemzetiségeket nem asszimilálja, hanem velük megbékél, és mivel egyedül tartósan nem állhat fönn, szövetséget is köt a szomszédos országokkal, ez a Kossuthi-Duna konfederáció koncepciója. Nos, hát persze
méricskélhetjük, hogy melyik koncepciónak van többsége, szerintem a függetlenségi pártnak, már most a magyarok körében természetesen. De ez csak egy példa volt arra, hogy több nemzetépítési koncepció is létezik. Itt vannak szomszédságunkban a szlovákok, ők jól ismertek, egy részük egy önálló, legalábbis autonóm Szlovákiát akar, mint szlovák nemzet, tehát egy szlovák nemzetet akar teremteni. A másik része a szlovákságnak azt mondja, hogy nem, hát mi tulajdonképpen egy egységesnek megérkező csehszlovák nemzetnek vagyunk részei, és ezt kell megvalósítani a csehekkel, egy közösséget alkotni, egy csehszlovák nemzetet. Ez a csehszlovák nemzetépítési koncepció. Lám, itt is két koncepció van legalább, pedig a szlovákság nem túlságosan nagy létszámú. Lényegében viszont, ha most megpróbálom csoportosítani az itt lévő 13 nemzetiséget, akkor én egy másik felosztást választok, és pedig azt, hogy a nemzetek és nemzetiségek többsége bizony, tetszik, nem tetszik, kifelé gravitál. Hát csak példákat véve az olaszok nyilvánvalóan, ugye az olasz egységhez akarnak csatlakozni. A lengyelek, ha adódnék egy lengyel nemzetállamnak a lehetősége, hát magukkal vinnék Galícia hatalmas tartományát, a románság magával vinné Erdély természetesen, hiszen már van egy román állam a szomszédságában, és a szerbek is, hát nyilván csatlakoznának Szerbiához. Tehát kifelé gravitálnak, és a nemzetépítést már az új nagy nemzet körében képzelik el. Kik maradnának bent? Meglepően kevesen a nagy nemzetek közül kettő. A csehek, cirka 4 millióan vannak a csemedencében, és a magyarok, a kiegyezés idején cirka 4 millióan a Kárpát-medencében. Én azt mondanám, hogy az Isten is egymásnak teremtette ezt a két nemzetet, hiszen mind a kettő benne akart maradni, mert hova mehettek volna a csehek? Hát a Német Birodalomban voltak ők korábban benne, nekük, ők a németek gyomrába ültek, ha nem csak Ausztriát nézzük, hanem a Német Birodalmat, különösen elég egy pillantást vetni a térképre. És bizony a magyarok is, hát hol találtak volna szövetségest? Nem igen, ugye, az adott helyzetben. Tehát a monar, ők igazán hivatottak voltak arra, mint ez Deák kifejtette, hogy itt keressék a boldogulásukat. Nos tehát, itt a csehek és a magyaroknak kellett volna egymásra találniuk, tehát könnyen vagyok én már okos a 21. századból. Mindenesetre itt a mérleg nyelvét a szlovákok képezték, mert a csehek ugye a csehszlovák nemzetet erőltették, a magyarok pedig a szlovákokat szerették volna elsősorban asszimilálni, hiszen a felekezet hasonlósága ezt jobban lehetővé tette, mint a szerbek és a románok esetében. Van itt még egy különleges nemzet vagy nemzetrész, amiről meg kell emlékeznem, nem a kicsikről, mert hát a kárpát-ukránokról, hát itt szó se essék, ők oly kevesen vannak, és annyira még az ébredésük előkészületi fázisában vannak. Van viszont egy nagy népcsoport, az osztrák-németek, és örülünk se szabad megfeledkezni. Hát mit akartak az osztrák-németek? Ha elindulunk az osztrák császárság megalapításától, 1806-tól, amelyet ők akként fogtak föl, hogy ebből lesz egy egységes birodalom, amely magában foglalja Magyarországot is, ezt a magyarok sose fogadták el, de hát ők így gondolták. És ez a birodalom lassan elnémetesedik, tehát volt egy germanizálási koncepciójuk, nem erőszakos, ezzel ne vádoljuk meg őket, de hát így gondolták a német vezetésű Ausztriát. Csak hogy ez a vállalkozás reménytelen volt. Miért? Tehát a legkevésbé sikeres nemzetépítés, ha egyáltalán erről beszélhetünk esetükben, mert kevesen voltak. Elfelejtjük, hogy az egész Habsburg birodalomnak egy harmada csak a német. A Csehmedencében cirka fele a cseh, a Kárpát-medencében körülbelül fele a magyar. Tehát valami sikerrel állhattak neki a nemzetépítésnek.
de az egyharmadukkal a németek kudarcra voltak kárhoztatva. Ezt a kudarcot ismerték fel ők a maguk részéről 1867-ben, és engedtek a magyaroknak, létrejött a kiegyezés Magyarországtól, mint németesíthető területről lemondottak. Mármint az osztrák-németek. Mit vállalhattak ezután? Vagy azt, hogy a nyugati birodalom részt még úgy, ahogy megtartják, és ott hegemóniát építenek ki, 67 után még ezzel kezdenek, majd hamarosan rájönnek arra, hogy ez a koncepció sem válik be, ehhez is kevesen vannak, és megjelennek úgynevezett nagy német pártok, vagyis olyan osztrák-német pártok, amelyek vissza akarnak kerülni a nagy német birodalomba, már amennyiben vissza, hiszen ugye korábban oda tartoztak, ha csak jelképesen is. Tehát, mintha feladták volna a saját létüket, és a maguk is a birodalom bomlasztói közé tartoztak. Bármilyen furcsa, de nekem ez az álláspontom, hogy a németek is, osztrák-németek is megérik a pénzüket, hiszen igen nagy részük, nem mondom, hogy mind, lemondott tulajdonképpen Ausztriáról, azt mondták, hogy vigyék el a magyarok Magyarországot, adott határai között, a történelmi Magyarországról van szó, és vigyék el, amennyiben a lengyelek autonómiát kapnak Lengyelországot, az sose volt Galícia, ugye a német birodalom része, és akkor a többivel, esetleg az olaszokat leadva, a kis létszámú társaság, ők bizony Heiminsreich, ahogy a 20. században mondták, becsatlakoznak a német birodalomba. Tehát nagy német orientációt követtek. Bármilyen furcsa is ez, ugye ők is tehát a birodalom bomlasztásán munkálkodtak. Ha most már a sikeres nemzetépítésekre keresünk példát, akkor részben azért ilyen a magyar, de főként 1918 után, ha mérleget vonunk, a lengyel és a román fejlődés. A lengyelek meg tudták alakítani, persze nemzetközi segítséggel, természetesen Lengyelországot, és az kiragadta a Habsburg Birodalomból Galíciát. A románság elvitte Erdélyt és kapcsolt részeket még ugye ehhez a román nemzetállamba, és még egy darabig kitartott a csehszlovák és jugoszláv nemzetépítési koncepció, de ezek már kudarcosak lettek. Ezekről kiderült, hogy nem alkalmasak nemzetépítésre, egyszerűen azért, mert a lakosság nem fogadta el, és a nemzetközi viszonyok kedvezőtlenné válásával felbomlottak, és ezáltal tanújelét adtak annak, hogy ez a nemzetépítés sikertelen, kell egy önálló horvát nemzetépítés, egy szerb nemzetépítés, és ha akarnak, összefoghatnak, ehelyett, mint tudjuk, háborúztak egymással. Tehát én úgy látom, hogy a Habsburg birodalom nemzetei és nemzetiségei nem egyezhettek ki egymással, hiszen a zömük kifelé gravitált, el akarta hagyni kedvező feltételek között ezt a Habsburg birodalmat, amíg ez a birodalom fönnállt, hát persze, hogy kedvező pozíciót akartak benne szerezni, autonómiát és hasonlókat. Ez persze alig-alig sikerült, még leginkább a galíciai lengyeleknek sikerült egy ilyen autonómiát elérniük, a többieknek nem, hát vagy ki kevesen voltak, mint az olaszok, vagy pedig a magyar hegemónia ezt nem engedte, mint a magyar hegemónia a románság és a szlovákság fölött, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a fácit, ez a mérleg, amelyet itt röviden föl tudok vázolni, hogy ez a birodalom, ha nem lettek volna környező államok mágnesként hatva a bent lévő nemzetrészekre, talán vihette volna valamire, de ekképpen bomlásra volt kárhoztatva rövidebb vagy hosszabb idő alatt. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ennek így kellett végbe mennie a bomlásnak, félreértés ne essék. Én mindig azt szoktam mondani előadásaimon, diákjaimnak, hogy ha nagyon kedvező nemzetközi körülmények lettek volna, akkor a monarchia még ma is fönnállna. De ettől még az a tétel, hogy a nemzetrészek kifelé gravitáltak, az egyes nemzetek, megáll, és végső soron
a Habsburg Birodalom fölbomlása felé mutat. Most ismét visszatérek az osztrák-németek példájára. Ők 1000 örömmel becsatlakoztak volna Németországhoz, a Weimári köztársasághoz először, nem engedték meg nekik nemzetközileg, és amikor nem is engedték meg, becsatlakoztak a hitleri Németországhoz, nem azért, mert rácik voltak, ne vádoljuk meg őket ezzel, hanem mert régi vágyuk teljesült ezzel. Ne felejtsük el, hogy az ausztriai népszavazáson, ahol erről döntöttek, nem csak 99 vagy mennyi százalék szólt a németekkel való egyesülés mellett, hanem a német szociáldemokraták is azt mondták, hogy Németországra kell szavazni, és azzal kell egyesülni. Tehát itt is egy régi vágy teljesült, még azután 45-ben persze ezt megint újra megtiltották, talán Európa szerencséjére és a mi szerencsénkre is. Tehát a bomlásnak nem szükségszerű ez az adott ideje és adott formája, ez egy másik kérdés, erről bizonyára lesz itt hozzászólás és megjegyzés, de még hát azt vissza kell adnom a szót Lajtai Lászlónak is, ugye? Nem a figyelmet. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagy élvezettel hallgattam professzor úrnak a szavait, amelyen maximálisan egyetértek. Hallatszik, ugye, amit mondok? Úgyhogy ő azt hiszem, hogy lényegében minden lényeges kérdést érintett, elmondott, rendkívüli éles látással összefoglalta a fő problémákat, úgyhogy az én szerepem alig, hanem inkább csak a kiegészítés, vagy bizonyos részletkérdéseknek a más szempontú megközelítése. Ugye, ha jól emlékszem, valami olyasmi volt a kérdés, hogy mik voltak az előzményei a birodalom, illetve a nemzetépítés szempontjából az osztrák-magyar monarchia létrejöttének. Én is az 1804-es évet emelném ki kiinduló pontként, amikor létrejön az osztrák császárság, ami kevéssé hangsúlyozott, legalábbis Magyarországon, nem olyan nagy jelentőséget tulajdonítanak neki általában, de, és hát a mából visszanézve nem is tűnik ez olyan fontos időpontnak, de közögi értelemben elkörött létre egy olyan új állam, amihez Magyarország a 16. század óta lévő közögi kapcsolatokhoz képest nem tudott már úgy viszonyulni, mint hagyományosan, hogy van a német nemzetcentrumai birodalma, ugye a középkortól egészen a napóleoni háborúig, amelynek nem része Magyarország, de ugye mivel mi is a Habsburg Birodalom, tehát a magyar király is Habsburg uralkodó, ezért van egy ilyen personáluniós és egyéb viszony a két része között a Habsburg Birodalomnak. Na most ez szűnik meg azzal, hogy először jön az osztrák császárság, és majd utána 1806-ban pedig megszűnik maga a német-római császárság is. És onnantól kezdve létrejön az Ausztria, amin belül Magyarország már közjogi értelembe véve sem látszódik. Tehát gyakorlatilag nem lehet arra hivatkozni, hogy az osztrák császárság az valami olyasmi, amelytől a Szent István korona országai, hogy így mondja, a magyar korona országai, vagy a történelmi Magyarország élesen el tud különülni. Nyilván 1000 dolog különböztette meg egymással a két birodalom felett, de onnantól kezdve van egy nagy egységes Ausztria, amivel valamit kezdeni kell, és amihez Magyarországnak viszonyulni kell. És hát ugye ez a fajta germanizálódás, vagy germanizáció, bürokratikus birodalomépítés, de már nemzeti színezettel, az elindul gyakorlatilag a 18. század második felében, amelynek szintén a gyökerei korábbra visszamennek, egyszerűen fel kell venni a versenyt az európai, akkor már egyre erősebben nemzetállami fejlődéssel. Még a nagy francia forradalom előtt is. Ugyanis a bürokratikus homogenizáció Nyugat-Európában már gyakorlatilag a középkorban elindul. Tehát Franciaországban, Angliában, ami később ugye Nagy-Britanniaként birodalommá válik, de Spanyolországban is mindenhol a kulturális értelemben vett, bürokratikus eszközökkel elősegített nemzetállam építés folyik, még ha akkor ezt nem is így nevezik. És aztán a nagy francia forradalommal és a napóleoni háborúkkal pedig egészen nyilvánvalóvá válik, hogy a ekkor létrejövő Ausztriának valamilyen módon be kell magát illeszteni, most már az európai koncertben nem csak
mint diplomáciai, katonai, nagyhatalmi résztvevő, hanem gyakorlatilag a modern nemzetállam építés útjára kell neki is lépni. És hát ezkor kezdődnek a problémák, ugye? Tehát a napoleoni háborúk idején az állampatriotizmus próbálják mindenek előtt erősíteni. Ebben az időben gyakorlatilag bátorítják azokat a törekvéseket, amelyek egyelőre még az értelmiség körébe fogalmazódnak meg, és megpróbálnak, ahogy az a modern nemzetek létrejöttén is kulcsfontosságú, a közös történelem, a közös múlt, a közös mítoszok felé tájékozódni. Elindul egy ilyen osztrák közös múltkeresés, egy Hormár nevű, egyébként bajor származású történész vezeti ezt a projektet, amiből gyakorlatilag végeredményként mi jön ki, az, hogy megszületik a cseh, a magyar, és hát a kisebb nemzetek esetén is az a nemzeti történeti iskola, ami gyakorlatilag megalapozza ennek a közös osztrák birodalomnak a későbbi felbomlását kulturális szempontból. Na most a következő fordulópont az gyakorlatilag a népek tavasza, ami ugye itt a kérdésben is már elhangzott, amikor gyakorlatilag ez a romantikus nacionalista hullám végig söpör egész Európán, és hát erről Herman Robert tudna heteket beszélni, gyakorlatilag a megsemmisülés szélére sodorja a Habsburg birodalmat, az osztrák császárságot. És hát ennek ugye a következménye lesz, hogy megpróbálják újraindítani ezt a birodalmi építést. Eleinte még a kortszellemnek engedelmeskedve a Gleichberechtigung, tehát a nemzeti egyenjogosítást. Nemzeti egyenjogosításnak a jelszavával, ami ugye azt jelenti, hogy elvileg, és hát nem csak elvileg, hanem deklaratíve is ki van mondva a különböző osztrák alkotmányokba, alkotmánytervezetekben, már a Pillersdorfiba, de aztán később a Kremziribe, amiből ugye az Olmützi lesz, amit aztán visszavonnak, és aztán végül is az osztrák-magyar kiegyezés utáni Cisz-Lajtán, tehát szűkebb értelemben osztrák alkotmányban is, hogy a birodalom minden néptörzse, Volkstám, ezt a szót használják, magyarra talán népcsoportnak vagy nemzetiségnek lehetne fordítani, különbség nélkül egymással egyenrangú, és intézményesen is megteremtik annak a lehetőségét, illetve kívánalmát, amit aztán be is tartatnak, hogy gyakorlatilag az állam semleges, tehát nemzeti tekintetben semleges. Egységes birodalom van, viszont alsóbb szinten a különböző népcsoportok egymással egyenrangúak. Tehát ahogy Gergely professzor is utalt rá, a germanizációs törekvés lényegében megvolt korábban is, már ugye II. József elindította, ott még valószínűleg ilyen anacionális nézőpontból, tehát egyszerűen egy bürokratikus, praktikus, felvilágosult, abszolutista, racionális szempontból akart egy egységes állami bürokráciát felépíteni, nyelvileg is egységes bürokráciát felépíteni, az gyakorlatilag az 1850-es években részben ilyen szándékkal, részben pedig hát a birodalom egyben tartásával, tehát mert a modern idők szavát megértve próbálta egyfajta germanizáció irányába újra eltolni a birodalmi intézményeket. Ez gyakorlatilag megbukott szintén. És aztán 1867 után a Lajtán túli birodalom félbe, és erre egy szó kapcsán még visszatérnék, erre a szó kapcsán, szóra még visszatérnék, hogy miért jelentős ez, hogy Lajtán túli birodalom félbe, már gyakorlatilag ezt a fajta kulturális egyenjogúságot, egyenrangúságot tartatják be, és gyakorlatilag ez kulturális értelemben aztán szétfeszíti a monarchiát. Ugye Ausztriáról beszélvén már a kortársak is folyton ezt vitatták, hogy gyakorlatilag mit is nevezünk Ausztriának. Tehát ugye tudjuk, hogy van két örökös tartomány, amelynek ez a neve. Azt is tudjuk, hogy vannak német, vagy dominánsan német nyelvű örökös tartományok. És ugye gyakorlatilag van az a birodalom fél, ami a hát részben a volt német-római birodalomnak a része volt, részben nem volt az, viszont arra is vonatkozik, ugye elhangzott itt Galícia, illetve Bukovina. És gyakorlatilag magának a birodalomfélnek se volt már egy
elfogadott elnevezése, ezért is nevezik Jobbján Cisztlajtániának, tehát a picike kis Lajta határfolocskától nyugatra, de hát részben meg délre, meg északra, meg keletre fekvő területeknek az elnevezése. A hivatalos neve a birodalmi tanácsban képviselt országok és tartományok nevet viselte. Tehát ez maradt a Nagy Ausztriából. És helyette különböző tartományok különböző módon tudták azt szabályozni, illetve különböző alkudozások, erőviszonyalakulások függvényében, hogy melyik tartomány milyen jogot biztosított a népesség számára. És akkor engedjék meg, hogy még egy szóval a nemzet fogalomra hadd reflektáljak. Hát ennek könyvtárnyi az irodalma, de ahogy Gergely professzor úr is különbséget tett nemzet és nemzetiség között, mármint hogy nemzet és nemzetiségek között, ez gyakorlatilag egy kulcskérdés volt a birodalomban is. Ugyanis ha azt vesszük, akkor Cisztlajtániának, tehát a Magyarországon kívüli birodalom résznek nem volt államnemzete. Ugyanis ez egy birodalom volt. Magyarország viszont hagyományosan is, és 67 után meg fokozottan nemzetként definiálta magát, mint államegység is. Az már egy másik kérdés, hogy a modern nemzetfogalom az legalább három fajta dolgot jelentett ebben az időben. Tehát volt egy területi vonatkozása, volt egy társadalomtörténeti jogi vonatkozása, és volt egy kulturális vonatkozása, amit lefordítva tudományos nyelvezetre, akkor etnikai, állampolgársági, illetve hát ami aztán később eljelentéktelenedett, egy ilyen társadalmi elit jelentése. Tehát korábban a magyar nemzet tagja az a nemes volt, ugye? Lényegtelen, és tehát nem számított, hogy milyen nyelven beszélt. Egyáltalán tudott-e magyarul? Azt számított a magyar nemzet tagjának, aki gyakorlatilag az ország politikai vezetőrétegéhez tartozva, a Szent Koronának tagjaként a politikai hatalommal rendelkezett ilyen vagy olyan formában. Aki nem, az nem volt a magyar nemzet tagja, teljesen mindegy volt, hogy egy semmilyen más nyelven nem beszélt adott esetben, mint magyarul. Ez ugye megváltozott, és gyakorlatilag a modern nemzet fogalom, ahogy azt a nemzetiség egyenjogúságról szóló törvény is kimondja, az egy politikai, de fontos a jelző, politikai tekintetben egységes magyar nemzetről beszélt, amelynek az ország minden lakosa mindenfajta megkülönböztetéstől függetlenül egyenrangú és egyenjogú tagja volt. Magyarország tehát 1867 után, ahogy egyébként ez volt korábban is hagyományosan, legalábbis a 18. század vége óta, a nemzetállamépítés irányába indult el. Teljesen világos volt, hogy van magyar nemzet, politikai értelemben mindenki a tagja, de hát ugye volt, aki kulturálisan nem érezte magát annak, és nem is óhajtott a magyar nemzet tagjává válni kulturális értelemben, ő belőlük lettek az úgynevezett nemzetiségek. Elvileg a magyar is egy nemzetiség volt a magyar nemzeten belül, csak hát ugye nagyon nagy volt az átfedés, és hát folyamatosan e körül folyt a szimbolikus meg politikai küzdelem, hogy akkor Magyarország, hogyha nemzetállam, akkor hogyan engedhetném meg, hogy a magyaron kívül más nemzet is kifejlődjék az ország határain belül. Viszont azok a magyarországi lakosok és közösségek, akik viszont nem voltak magyar ajkúak, és nem is óhajtottak azzá válni, ők folyamatosan azt hangsúlyozták, hogy nem, ők egy másik nemzethez tartoznak, és az mindegy, hogy most őket nemzetiségnek tartják-e vagy nem, és tőlük nem utassák el a jogot, hogy ők is nemzeti életet akarnak élni. Hát Ausztriában gyakorlatilag, a Cisztlajtán fejében szinte csak erről szólt bizonyos értelemben, vagy hát most kicsit kisarkítva, de ebből a szempontból a vita tétje, hogy melyik népcsoport tud a másikkal szemben magának az adott területen több jogot kiharcolni, megtartani, és azt megőrizni. És ebből a szempontból utalnék vissza megint Gergely professzor úrnak a szavaira. Tényleg egy idő után egyre nyilvánvalóvá volt, hogy többen vannak azok, akik inkább kívül, mint belül folytatják ezt a saját nemzetépítési projektet folytatni. De én azért még utalnék arra, hogy valószínűleg a világháború végéig, amennyire volt erre alkalmam elmélyedni, a szlovének is jobban érezték magukat Ausztrián belül, mint mondjuk egy jövőbeli délszláv államközösségben. Az akkor inkább még ruténoknak nevezett
mai szóval mondjuk nyugat-ukránok is valószínűleg elégedettebbek voltak a birodalmon belül, mint sem a nagy cári Oroszország ölelésében. Önálló nemzetállamról azért kevésbé voltak abban az időben még, tehát meggyőződve arról, hogy azt ők gyorsan és zökkenőmentesen létre tudják hozni. És hát a szlovánságnak sem volt hova nagyon kiszakadnia. Az igaz, hogy volt egy egyre erősödő értelmiségi réteg, aki a csehszlovakizmusban látta a jövőt, de azért a szlovákság egy jelentős része igazából Magyarországon belül akart volna egy erős autonómiát magának. Egyre anakronisztikusabban, de hát hungarusz érzelmű szlávok voltak, tótok voltak, akik annyira nem vonzottak a cseheknek a kicsit más mentalitású elképzeléseihez. És hát ne felejtsük el azt, hogy azért a németséget sem feltétlenül célszerű, legalábbis a két birodalomfél vonatkozásában homogén csoportnak kezelni, mert tény is való, hogy amíg a cisztlajtán németség egyre inkább és szinte kivétel nélkül pángermán érzelmű volt, tehát az etnikai identitása fontos vagy egyre fontosabbá vált ahhoz képest, amit a saját koronatartományában tapasztalt, és hát nyilván a németség számára a birodalomtudat volt igazából, ami a nemzetképző erőnek a másik pillére volt a saját nyelv és kultúra mellett. Addig érdekes módon Magyarországon a magyarországi németség egyetlen nagyon jelentős és fontos kivétellel nem ezzel azonosult. Ez már 1848-49-ben is bebizonyosult, és aztán később is. Tehát gyakorlatilag a századfordulóig nagy német gondolkozású politikai mozgalom Magyarországon nem volt, talán egy ellenpéldát tudunk mondani, Edmund Steinacker nevét, de hát ő egy ilyen fehér holó volt, egyszerűen nem volt tömegbázisa. És akkor visszatérve az egy példára, ami hát nem is szoros értelemben magyarországi, csak Szent István birodalma értelembe vett Magyarországról beszélve, magyarországi népcsoport, természetesen az erdélyi szászok, akinek középkori eredetű, gyakorlatilag saját nemzeti egyháznak tekinthető szervezetük volt, és ez gyakorlatilag addig megőrződött, amíg a birodalmon belül létrejövő és egyre erősebbé váló magyar nemzetállam azért föl nem számolta, vagy hát jelentősen meg nem nyírbálta a vármegye reformmal. Én is túl sokat beszéltem. Köszönöm szépen. Hát ugye most már elég sokat beszéltünk arról, hogy milyen kifelé tartó mozgások voltak a monarhiában, és hogy mennyi minden szólt az ellen, hogy a monarchia együtt maradjon. De azért tegyük hozzá, hogy voltak olyan tényezők, amik viszont összetartották a monarchiát. Tehát 1867-re ugyan kiderült, hogy ez a centralizált, egységes birodalmi koncepció ez megbukott, de azért továbbra is ott maradt a közös uralkodó, ott maradt a közös hadsereg, ott maradt a közös gazdasági terület. Ez mindegyik azért valamilyen szinten, ha nem is összbirodalom, de a Habsburg monarchia vagy az osztrák-magyar monarchia fenntartása és egybentartása mellett szólt, és ez együtt létezett ugye ezekkel a kifelé tartó, vagy függetlenedni akaró, vagy nagyobb önállóságra törekvő különböző nemzetiségi mozgalmakkal. Hogyha megpróbáljuk megvonni annak a mérlegét, hogy mondjuk a nemzeti fejlődés, az önálló nemzeti fejlődést a Lajtától nyugatra, illetve keletre mi erősítette és mi gyengítette, akkor mondjuk ezzel kapcsolatban mit mondhatunk? Igen, tehát a nemzeti tematika folytán elmaradtak ezek a szempontok, amelyeket Hermann Robert itt felsorolt, és ha úgy tetszik, ellene szegültek, ellene feszültek a birodalom felbomlásának. Tehát csak ismétlem a kulcsszavakat, ugye a dinasztia maga, a hadsereg, amely egységes maradt, a katolikus egyházat szokták még ide sorolni, mert a nemzetiségi egyházak, hát a nemzetiségekkel, nemzetekkel tartottak, azután én kiemelném még a nemzetközi viszonyokat. Tehát ugye adottság volt a Habsburg monarchia, és tegyük hozzá, senki se akarta felbomlasztani, kivéve a nemzeteket, nemzetiségeket, amelyekről beszéltem, amelyek ehhez gyengék voltak, még a legerősebb nemzet, a magyar is, hát még az is gyenge volt az, hogy egymagába saját teréből fölbomlaszta a Habsburg birodalmat, ugye
és ehhez nagyon kedvező nemzetközi feltételekre lett volna szükség. Tehát a nemzetközi feltételek tartották egybe a Habsburg birodalmat, jól lehet, a birodalom fölépítése sok nemzetű, sok nemzetiségű volt, ellene mondott a hagyományos birodalomépítésnek. Mi a nemzetépítésekről beszéltünk idáig, illetve Lajtai László kollégám már megemlítette a birodalom építési kísérleteket, amelyek azért erőt képeztek és egyben tartották ezt a birodalmat, még akkor is, hogyha végső soron ezeknek a jó része sikertelennek is bizonyult. És tegyünk hozzá még egy modern jelenséget, a szociáldemokráciát, amely bár a végén, ahogy mondtam, a Kis-Ausztriából ők is Németország felé gravitáltak, de amíg ez az osztrák-magyar monarchia létezett, az új erő, és az pedig azért csak erő volt, és egyre erősebb, ugye a nyugati birodalom félben parlamenti képviselettel rendelkezett, a birodalom egybetartásán munkálkodott, mert magától értetődőnek tartották, hogy a munkásmozgalom és annak jövője szempontjából az osztrák-magyar monarchia egy előnyös alakulat, tehát ezt is be kell sorolnunk, nem csak a klerikális reakciót és a földbirtokosokat, őket is be kell sorolnunk a fenntartó tényezők közé, csak végül azután, a vára bomlás pillanatában persze, mindegyik nemzet, nemzetiség, szociáldemokráciája a maga útját járta, de ez már másik kérdés. Úgyhogy a szociáldemokratáról sem feledkezzünk meg, csak ezt akartam még mondani. Ismét csak kiegészíteném professzor úr szavait. Ugye hagyományosan tényleg az uralkodó családot, a hadsereget, illetve hát a katolikus egyházat szokták még ilyen a gazdasági közösséget összetartó erőként felsorolni, ami így is volt. Azonban ellene hatott bizonyos értelemben azért a liberalizálódás, demokratizálódás, tehát azért ezeket idővel kikezdette, ezeket a tényezőket. Másrészt pedig, ha mélyebbre ásunk, akkor vagy-vagy, tehát bizonyos esetekben részben erősítette, részben gyengítette. Hadd hozzak egy példát. Ugye a közös hadsereget elég sokat szoktuk emlegetni, főleg magyar viszonylatban, és itt a vezényleti nyelv szokott fősérelemként előkerülni. De vajon ez a birodalom versus nemzetépítés, vagy nemzetépítések relációban miért volt ekkora probléma? Ugye az uralkodó nagyon helyesen birodalomépítési szempontból ragaszkodott ahhoz, hogy ha más nem is, legalább a hadsereg, ami azért valljuk be minden birodalomnak az alapja, sok esetben csak az egyetlen alapja, szóval a hadsereg irányításának egyetlen kézbe kell maradnia, és ugye ennek a technikai vonatkozásai tekintve is, tehát egy nyelv az, ami a vezénylet nyelve. Viszont a közös hadsereg mellett ugye volt a magyar, illetve a Cisztlajtán térfélen is egy-egy másik hadsereg, tehát amit mi honvédségnek nevezünk. Ott viszont engedélyezték ezred szinten, ugyanaz alapján, a logika alapján, ami aztán bekerült a különböző 1848 utáni megvalósult, visszavont tervezet, majd ténylegesen is életbe lépett alkotmány szövegébe. Tehát az, hogy alsó szinten, hogy a közigazgatásnál is, az iskoláztatásnál is, a hadseregben is, ezzel szinten, egyszerűen praktikus okokból engedélyezték azt, hogy a birodalom összes nyelve az hivatalosan használható. Igen, csak hát ugye Magyarországnak ez problémát okozott, mert mondjuk a Cisztlajtán birodalom félben nem volt olyan koronatartomány, ahol mondjuk a szlovák az tartományban használatos nyelv lett volna. Magyarországon meg ugye az egyik legnagyobb nemzetiségnek az anyanyelve volt, és így gyakorlatilag, mivel ez közös ügynek számított, ezzel a magyar állam nem tudott mit csinálni, amíg a Magyarország területén állomásozó közös ezredekbe is hivatalos nyelvként el volt intézve. Tehát ez ugye keresztbe szelte egyrészt a magyar nemzetépítés, másrészt a birodalmi egységet. Most ez egy apró és nagyon részletes kis példa volt, de számtalan ilyen terület volt, ami egyik szempontból erősítette a birodalmi egység tudatot, más szempontból meg aláásta.
És hát megint csak visszautalnék arra, hogy az előbb mondtam, hogy még mely nemzetiségek, vagy nemzetek, most ez akár lényegtelen is ebből a szempontból számára volt előnyös az osztrák-magyar monarchia, mint saját nemzetépítési szintén. Ugye itt voltak például a horvátok, akik hát egy többszörösen, most félve nézek le Simlére, hogy nem mondjak butaságot, többszörösen összetett helyzetben voltak, mert egyrészt ugye volt egy saját autonóm területük, Horvát-Szlavónország, ami a Magyar Szent Kolona részeként egy önálló belső kiegyezés, amit horvát szóval szoktunk röviden illetni, mert ugye egyszerű, mint magyarul elmondani, hogy horvát-magyar kiegyezés, tehát a Nagodba részeként megkapta a saját belső kulturális közigazgatási autonómiáját, viszont ott volt egy osztrák koronatartomány, Dalmácia, ami zömmel horvátok által lakott volt, de mégis a szűk olasz elit volt domináns pozícióban elég sokáig. És a horvát nemzetép, ja és akkor, bocsánat, 1878-tól a monarchia, bár nem teljesen saját szántából, de a körülmények alakulása folytán előbb megszállta, majd 1900-ban szintén külpolitikai lépéskényszer hatására aztán anektálta is Bosznia-Hercegovinát, amivel aztán intézményesen nem tudott mit kezdeni, mert nem volt hova csatolni, tehát gyakorlatilag egy intézményesített belső gyarmatként civilizálta, és okozott saját magának egy közjogi anomáliát. Tehát a horvátok számára a birodalmon belüli nemzetépítés volt elsősorban a prioritás, mivel kis nemzetként pontosan tisztában voltak azzal, hogy gyakorlatilag az osztrák-magyar monarchia területén megtalálható a saját komplett etnikai törzsterületük, és gyakorlatilag számukra ez volt a legjobb opció, hogy kiharcoljanak egy birodalmon belüli kvázi horvát nemzetállamot, amit a trializmus formájában intézményesíteni tudnak, úgy, mint a magyarok. Ugye mi volt az alternatíva? A szerb hadsereg és a szerb végül is igen háborús győzelmek nyomán létrejött papíron szerb-horvát-szlovén királyság, amiből aztán nagyon gyorsan, ha nem is pro forma, de de facto Nagy Szerbia lett. Tehát azt hiszem, egy kicsit elkanyarodtam. A lényeg az, hogy ezek a birodalom építő és nemzeti mozgalmakat erősítő tényezők sokszor egybevágtak, sokszor keresztül metszették egymást, és az esetek egy jelentős részében nem voltak összeegyeztethetőek. Ugyanarról már többször volt szó, hogy a germanizáció a birodalomnak a nyugati felében, vagy a Cisz-Lajtán felében is gyakorlatilag kudarcra volt ítélve. Viszont ugye, hogyha megnézzük a magyarosítást, akár a spontán magyarosodást, akár pedig a félig meddig adminisztratív módon elősegített, ugye a vádak szerint erőltetett, vagy erőszakos magyarosítást, akkor ez a projekt ez mennyire volt sikeres ebben az időszakban? Nem volt sikeres, megállapíthatjuk. Tehát a kiegyezéshez kötődő magyar hegemónián alapuló nemzetépítés nem tudta asszimilálni a nemzetiségeket, még kicsiny mértékben sem, tehát alig tudott sikereket fölmutatni. Pár százalék gyarapodás történt, elsősorban a magyarországi németségből kerültek át a magyarsághoz sokan, mert ugye a németség szétszórtan élt, ugye ezért tehát itt bizonyos sikert könyvelhettek el, illetve ne feledkezzünk meg a zsidóságról sem, amely nem volt nemzetiség, de németül beszélt zömmel. Egy körülbelül még a 48-ban 2, a századfordulón 5%-os népességet tett ki, és ezeknek egy jó része már 1900 tájban nyelvet váltott, magyarul beszélt, és így módon a magyar nemzetiség számát gyarapította, amikor egy népszámlálásra került sor. Így érhették el a századfordulót, 1910-ben, hogy 50% fölé nőtt a magyarság létszáma, de hát ez volt a maximum, ennél többet nem tudtak elérni. Pont ahol szerettek volna asszimilálni, akár egy szelideni erőszakkal, mert nagyon szelid volt az az erőszak, de mégiscsak volt valami a szlovákoknál, románoknál, szerbeknél, ott ez visszapattant róluk,
a románoknál és a szerbeknél elsősorban egyházi okokból, tehát kezükön volt az egyház, akkor még nagyon fontos intézmény, és az iskolák, az egyházi iskolák is, tehát a szerbség ciril betűvel tanult meg írni és olvasni, és szerbül, tehát nem tudott átállni olyan könnyen, ahogy ezt elképzelték a magyarosító, még jó szándékú elemek is. Tehát sajnos itt a mérleg ugye negatív, ezért hát valami új koncepciónak kellett volna felülkerekednie, de 1918-ig ez ugye nem következett be. Nagyon előre haladt az idő. Az utolsó kérdés, amit fölteszek, az az, hogy ugye az elhangzott, hogy se a germanizáció, se a magyarosítás nem igazán működött, tehát ezek a nagy nemzeti projektek, ezek nem voltak működőképesek. Vajon a birodalom fennállása szempontjából, és mondjuk a valamennyi nemzetépítése szempontjából reálisan kivitelezhető alternatívát jelentett volna a birodalomnak legalább a részleges föderalizálása, tehát mondjuk legalább a Lajtán túli területen, miután a magyar politikai elit ennek minden tekintetben keresztbe feküdt? Köszönöm. Hát csak nagyon röviden az idő előre haladtára tekintettel. Ugye ezt megpróbálták, tehát gyakorlatilag ezt többször megpróbálták, tervezetek is születtek. Nyilvánvalóan az igazi megoldást az etnikai föderalizáció jelentette volna, tehát hogy népcsoportok szerint széttagolni akár Cisz-Lajtániát, akár a teljes osztrák-magyar monarchiát. Ez szinte kivihetetlen volt, főleg Magyarországon lett volna kivihetetlen, de a Cisz-Lajtán birodalom félben is nehézségekbe ütközött. Viszont ami helyette létrejött, az e felé haladt. És ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag nagyon rugalmas volt a birodalmi irányítás ilyen szempontból, tehát a közismert vagy jóval ismertebb galiciai kiegyezés mellett azért szép lassan létrejött a 20. század elején egy bukovinai kiegyezés is, akkor volt egy morva országi kiegyezés is, sőt a galiciai kiegyezés is kicsit változott, tehát abba az irányba mozdult, hogy egyre jobban különültek el egymástól a koronatartományon belüli homogén népcsoportok, ami egyébként kódolva volt már a 67-es osztrák alkotmányban is, ugyanis annak a 19. pontja, ami a népcsoportoknak a nyelvhasználata jogairól szól, tartalmazott egy olyan kis klauzulát, ami azt is előírta, hogy ha egy adott koronatartományban több nyelv is használatos, akkor az iskolaállításoknál lehetőség szerint ezt úgy kell figyelembe venni, hogy semmelyik ajkú tanulónak ne kelljen a koronatartományban használatos másik nyelvet is megtanulni. Most ez feloldva, ez csak Csehországnak a példája volt, ahol a németek, meg a csehek, mint a olaj a víztől különöltek el, olyannyira, hogy a birodalom, sőt, hát Közép-Európa legrégibb egyetemét is mesterségesen szétválasztották cseh, illetve német nyelvű egyetemét, tehát gyakorlatilag ott teljesen elkülönültek egymástól, de mondom, ez kódolva volt, és ugye ezt a birodalmi legfelső bíróság ezt be is tartotta, tehát erre lehetett panaszkodni, tehát ennek az életbetartását lehetett jogi úton is akár kikényszeríteni. Magyarországon viszont ugye ezzel ellentétes logikájú volt a fejlődés, és ugye a magyar politikai rétegenek mindig ellenáll. De azért ne felejtsük el csak, hogy egy példát hoznak, amikor ugye először és tényleg reálisan szóba került a birodalom trialista átalakítása, tehát amit valószínűleg a legéletképes lett volna egy cseh, belső cseh-osztrák kiegyezés, akkor nem csak Andrássy meg Bajsz, ugye torpedozták ezt akkor birodalmi külügyminiszter torpedozták ezt meg, hanem a cseh koronatartomány se volt hajlandó magát Prága alá rendelni. Ebben az időben valószínűleg még azért a német választók túlsúlya vagy erején felüli pozícionáltsága akadályozta meg, de lehetséges, hogy akkor még a morvaországi
lakosság, tehát szlávajkú lakosságnak is volt egyfajta tartózkodása mondjuk egy ilyen Prága központú csehesítő projekttel szemben. Tehát summa summarum, bonyolult volt a helyzet, és már nem is tudom, mi volt az alapkérdés. Jó, hogy a föderáció megoldás jelentett volna-e, ugye ezt nem tudhatjuk, mert soha nem sikerült a maga etnikai, hogyan mondjam, konzekvenciáit betartatva véghez vinni, és hát mondjuk lehet analógiákat hozni a 20.-21. századból, nem biztos, hogy ezek így életképesek, működőképesek. Az biztos, hogy az általános titkos választójog bevezetése a cisznajtán birodalomfélbe az minden erősebben ebbe az irányba hatott, szinte elkerülhetetlenné tette volna. Valószínűleg a magyar politikai réteg meg volt annyira erős már akkor, hogy ebbe semmiképpen nem ment volna bele. Tehát így osztrák-magyar monarchia formájában unblock föderalizálásról nem hiszem, hogy érdemes vagy értelmesen lehet akár releváns megállapításokat tenni. Hát ugye nagyon sok kérdést próbáltunk meg érinteni, de valószínűleg csak a felületeket sikerült igazából megkarcolni. Köszönöm szépen a két beszélgetőtársamnak, Gergely András professzor emeritusnak, illetve Lajtai Lászlónak ezt a nagyon érdekes és nagyon sokfajta gondolatot fölvető beszélgetést, és akkor most a közönség soraiból lehetőség van arra, hogy kérdéseket tegyenek fel az előadóknak. Nagyon összetett kérdésről van szó, bocsánat, hogyha alkérdést nyitnék meg, de talán érdemes, hiszen implicitebben volt mindkét előadó felvetésében az, hogy mennyire voltak sikeresek ezek a nemzetépítési törekvések, és érdemes egy urani pozícióban levő nemzetet és egy alárendelt pozícióban lévő nemzetet összehasonlítani, hogy a magyar eredményességet jól be tudjuk mérni ugye háromszögeléssel. Ha az osztrák-németeket veszem alapul, akik egyszerűen kiszorultak a kis német egységből, mert azok a civil szerveződési formák, amelyek a romantikával és a nacionalizmus felgerjedésével a egyébként nagyon széttagolt, több száz évre széttagolt német területet szépen szervesen összetapasztották. Ezek kívül maradtak politikai okokból osztrák-német területről, és az osztrák-németek azt a bizonyos túlpozícionáltságot használva ugye próbálták őrizni a kedvező helyzetüket. Ez 79-ben véget ért, ugye kiszorultak a hatalomból, és utána hivatalnok kormányok működtek, ezek közül a legeredményesebb a pepecselő táfeféle vasgyűrű volt, ugye, de nem a német érdekeket testesítette meg, hanem egyfajta birodalmi elképzelést próbált megvaló, egyben tartani a nagyon sokfele ágazó erőket. És utána a németség Schönererrel az élen, ugye, aki meghirdette a elrómátolt és betagozódni a német birodalomba, Schönererrel az élen megfogalmazták azt, hogy valószínűleg jobb sorsuk lenne, hogyha a nagy német testbe integrálódnának, mert itt mindenki kifelé igyekszik. Most, ha megnézünk egy másik csoportot, ami közel áll a szívünkhöz, de a példájuk egyébként nagyon messze a magyartól, a lengyelt, ott viszont 69-re gyakorlatilag egy kvázi autonómia jött létre, 71-től már ugye államminiszterük is volt, miniszterelnököket adtak, közös pénzügyminisztert, közös külügyminisztert a monarchiának, de mindig volt programjuk arra, hogy bármilyen szcenárió lépne életbe, az ő nemzeti céljaik azért érvényre jussanak. Most a legmutatósabb eredmény a lengyel nemzetépítésben, az szerintem éppen az etnikus háttérnek a megteremtése mindehhez, hogy míg a század közepetáján, úgy 48 környékén Galíciában élt 2,5 millió ukrán és 2 millió lengyel, 50 évvel később ez az arány teljesen megfordul, majdnem 5 millió lengyel van, persze a zsidósággal együtt, és mindösszesen 3 millió ukrán. Ez azt jelenti, hogy az ukránok 20%-kal növekedtek, a lengyelek pedig kb. 210-220%-kal.
Tehát itt valami olyasmi történik az apró munkában, ugye, ahogy ezt a század derekán Andrzej Zamoyski gróf, az ő Széchenyiük megfogalmazta, hogy a szerves munkával, a mindennapok apró munkájával, kulturális téren, közigazgatási téren, megyei szintű politizálásban mindenütt offenzívában voltak, és ez a több nemzedéken áttartó offenzív magatartás, ez meghozta a gyümölcsét abban is, hogy uralmi többségre jutottak egy olyan tartományban, ahol egyébként kisebbségben voltak. És akkor még nem beszéltünk arról persze, hogy Wilson és a rendelkezés elve megadja majd az alkalmat a lengyeleknek az elszakadáshoz. Tehát azt akarom, és a cseheket is mondhatnám, ugye akik mindvégig opponálták, csendesen opponálták a kétágú birodalmat, de amikor eljött az idő, a szlovákokkal közös programot hirdetik meg, nagyon jó külkapcsolatokat építenek közben, ugye, és ezeknek a kapcsolatoknak a jóvoltából, meg hát a Csehszlovák Légió és egyéb más érdemeikre is tekintettel, ugye megcsinálták a maguk üzletét. És ha még tovább gondolom, és maradok az etnikus megoldásoknál, akkor azt mondom, a csehek 3 millió németet telepítettek ki, hogy az a homogén nemzettest meglegyen, ami aztán már stabilnak mondható a túléléshez. A lengyelek is megcsinálták ugyanezt, 7-8 millió németet kitelepítettek, megették a 1,5-2 millió ukránjukat, megették a 500 000 beloruszt, a zsidóságot ugye a németek söpörték ki a területről. Tehát itt nagyon fontos, hogy úgy tud stabilizálódni, de akár Horvátországot is mondhatnánk, már egy homogén nemzetállam, ugye, és ott sem volt mentes az erőszaktól ez a nemzetképzés. Tehát azt szeretném mondani, hogy eddig a 2010-es évekig az volt sikeres, az a nemzet volt sikeres, amelyik a etnikus hátterét meg tudta teremteni, túlnyomó etnikus hátterét meg tudta teremteni, és hát eszközökben nem válogatva tartott ezt. De most már ugye új kérdések merülnek fel a globalizációval, most pedig az a kérdés, hogy vajon az az integráció, ami elakadt 67-ben, vagy elakadt a Kossuth-féle konfederációs tervvel, az vajon nem célszerűbb-e a túléléshez? Figyelemmel arra, hogy munkácsi származású vagyok, tehát az 50-es években, amikor jegyrendszer volt, otthon apám, anyám, akik ugyancsak munkácsiak voltak, de az egyik a csehországi részben maradt, apám pedig átjött Trianon után. Az én drága édesapám arra tanított, hogy Trianon kérdése nem a Trianon palotába dőlt el, hanem a kiegyezéskor. Tehát magyarul a magyar arisztokráciában nem volt annyi előrelátás, a politikai arisztokráciában, hogy ilyen nem létezik, hogy a professzúr pontosan tudja, hogy a menetrend, vagy a hány példány, vagy hány nyelven volt kiadva, vagy a koronára hány nyelven volt ráírva, hogy az egy korona. Tehát magyarul én csak annyit tudok mondani, arra tanított engem édesapám, és a térképet mutatta, nem mesélt, egy mesét nem mesélt nekem soha. Csak miután hazajött 45 éves koromban hadifogságból, csak a térkép és örökké azt magyarázta a térképén is a kiegyezés. Tehát én, nekem ez az egész idézőjelvetéve trianonozás, amiért nagyon szomorú és tragikus a nemzetünknek, a kiegyezés tekintetében és a magyar arisztokrácia, a magyar nemzeti arisztokrácia tekintetében dőlt el. Nagyon szépen köszönöm az előadást, mert mindenben megerősített, amit az édesapám nekem 1950-től kezdődően, ameddig otthon éltem, magyarázott. Köszönöm az előadást. Valamennyien tudjuk, hogy a monarchia, a térség egy rendkívül sikeres gazdasági fejlődését produkálta. Részleteiben ugye lehet iparosodás, modern pénzrendszer, bankrendszer. Nemrég olvastam a korona történetét. Csupa-csupa sikertörténet. Ez is elvileg egy nagy összetartó erő. Így volt-e, vagy kevésbé? Nagyon érdekes fölvetések voltak. Egyetértek azzal, amit atya mondott, hogy 67-ben eldőltek a dolgok. Ez volt Kossuth álláspontja. Ezt nem mindenki osztja, azért korrekten szögezzük le, tehát most nem akarom itt monopolizálni ezt a véleményt, de végül is ugye
ahogy Németh László mondta, hogy drasztikusabban fogalmazzak, egy hullával vartak minket egy zsákba. Tehát egy fölbomlásra ítélt birodalommal raktak minket össze a kiegyezők, akik hát ezt önként vállalták, és valóban ezzel eldőltek a dolgok, mert a monarchia maga alá temette a történelmi Magyarországot is. De hát ismétlem, ez az egyik álláspont, az enyém is ez. Na most a másik két hozzászóláshoz is csak annyit, hogy ugye azért 20. században dőltek el bizonyos dolgok. Tehát ezt a 3 millió németet a Szudéta vidékről nem lehetett volna kitenni a hitleri Németország veresége nélkül és a nagyhatalmak egyetértése nélkül. Tehát ugye a csehszlovákok hát ki is telepítették őket, egy részüket le is gyilkolták, hát tudjuk, hogy ilyen győzelmi helyzetben. Tehát ugyanezt elmondhatjuk a lengyelekről, akiknek a határait egyszerűen odébb tolta a nagy győztes nagyhatalmak csoportja 500 kilométerre, nem 500-al, talán 300-al, de hát az ott lévő németeket ki kellett telepíteni, ha egyszer eltolták Lengyelországot. Nem volt mese, és ugye Magyarországról is kitelepítettek németeket, mi is vesztesek voltunk, és hát meg kellett tennünk, ugye persze kisebb számba is. Kevésbé drasztikusan történt a magyarországi németek kitelepítése. De ezek mind 20. századi történetek, tehát ezeket ezért nem vontuk be. A gazdaság, nagyon érdekes kérdés, mi nem beszéltünk róla, mert nem volt feladatunk. A gazdaság összetartó erő, elhangzott Herman Roberttől is, teljesen nyilvánvaló. De azt a kérdést kell föltennünk, ha nemzetekről és nemzetiségekről beszélünk, hogy kinek volt ez jó. Nekünk, magyaroknak nyilvánvalóan jó volt, mert a központi területeket Magyarországon mi foglaltuk el történelmi okokból, és ezért most gondolunk Budapest fejlődésére, vasúthálózatra, tehát a magyaroknak kedvezett a gazdaság fejlődése és a kapcsolat is Ausztriával, mert az egyes számú vasútvonal és az egyes számú közút ugye vitt Budapestről Bécsbe. Na de a szlovákságnak mennyi haszna volt? Nem tudom, valamennyi talán volt, de nem olyan sok. A horvátoknak sem, mert ők is a periférián voltak, a délén lakó szerbeknek. Tehát így kell megvizsgálnunk, ha nemzetiségi szempontból értékeljük a helyzetet. Ezt még egyszer mondom, nem vontuk be az elemzésünkbe. És ezt kell szembesítenünk ahhoz, hogy érvényesen nyilatkozhassunk. Köszönöm szépen. Én csak egy dologra reflektálnék, mert azt hiszem, hogy kevésbé hangzott el kérdés. A gazdaság kapcsán csak ugyanazt tudnám mondani, vagy hát még annyit sem tudnék mondani, tehát nem akarok ebbe állást foglalni, de nemzetépítési szempontból valóban így van, tehát a centrum az mindig erőnyösebb helyzetben van, mint a periféria, és mi voltunk a centrum. Mármint a magyarság etnikai értelmében mindenképpen, politikailag meg nem is beszélve róla. Viszont ez a, hogy a kiegyezés az előnyös volt, vagy nem, hát ennek tényleg egyrészt óriási az irodalma, másrészt vízválasztó. Tehát én nem akarnék állást foglalni, én a kortársaknak a szempontjára utalnék. Tehát egyrészt az, hogy ugye hallottam, hogy hullába vartuk össze magunkat, ez nem ebbe a formába, de Teleki László már megírja, hogy Szent István Magyarországa halott. 49 márciusában ott már látszott. Tehát azért ne felejtsük el, ugye én csak az osztrák, illetve a birodalmi szempontból mentem az előzményekig, mármint a úgynevezett közvetlen előzményekig, tehát nem a középkorba, mert azért ott kezdődtek a kapcsolatok. De magyar szempontból azért ne felejtsük el, 48 nyarán már és utána is etnikai polgárháború van. Tehát népirtás folyik Erdélyben, délvidéken, oda-vissza. Tehát innen indul a történet. Világosan látták a kortársak, sőt, hát előtte világosan látták már a reformkori nagyjaink, hogy Magyarország, Szent István értelembe vett történelmi Magyarország, akkor még ugye nem történelmi Magyarország volt, vagy csak hát részben, ugye Erdélyt még vissza kellett kebeleznünk adminisztratíve. Önmagában ilyen etnikai viszonyokkal a modernitásnak már a sodrában önmagában nem tudna megállni. Mert egyszer, és hát ugye erről most már időzően papírunk is lett 48-49-ben, tehát gyakorlatilag Erdély, Délvidék és hát az akkor újra kapó osztrák hadsereg
támogatva a cári Oroszországgal, egész egyszerűen eltiporja Magyarországot, tehát mind geopolitikailag, mind pedig az etnikai viszonyok kapcsán nem tudott volna Magyarország olyan nemzetépítési keretek közé kerülni, ami az osztrák-magyar kiegyezésnek köszönhetően hát gyakorlatilag megadatott. Tehát a kérdés inkább az, hogy hogyha nem jön létre, ami persze kontrafaktuális kérdés és történelmietlen, tehát értelmetlen is föltenni, de ezért lehet gondolkozni, hogy vajon az mennyire lett volna életképes, milyen feltételeket biztosított volna, és milyen eredményeket ér el Magyarország. És akkor azért egy vonatkozásban még utaljunk vissza arra, hogy a magyar nemzetállam építés keretein belül is milyen lehetőségek voltak. Tehát azért a kiegyezési törvény, és leginkább a magyar történelmi közjogi hagyományok, tehát hogy a hagyományos többfelekezetűség végül is emancipálta egy idő után, meg Erdélynek Magyarországhoz kapcsolása a görögkeletieket, előtte ugye már görögkatolikusokat is, és gyakorlatilag ezek a balkáni népek különböző okokból, de leginkább az egyházuknak köszönhetően tudtak intézményesen fejlődni, ezt a liberális magyar állam egyszerűen, bár megpróbálta, lásd a Ponyi féle törvények, nem tudott ezzel mit kezdeni. Tehát a magyar földön, Szent Korona országa részeként, részben magyar állami pénzből, részben meg ugye a magyar államnak hát végül is elnéző magatartásának köszönhetően, Erdélyben, illetve hát a bánságban, Pártiumban a románság hihetetlenül megerősödött. Ezt ugye már kortársak is tudták. Gyakorlatilag nemzetépítési szempontból a magyarországi románság az egy ideig még versenyelőnyben is volt a regáti, majd később Romániának, Románia néven egyesült területekhez képest. Tehát itt is sokkal bonyolultabb azért ez a kérdés. A szerbség az tradicionálisan volt intézményesen bebiztosítva, viszont ők teret nem vesztettek, viszont cívósan tudtak a nemzetiségükhöz ragaszkodni. Megnézve az iskoláztatási statisztikákat, azt hiszem a szerb anyanyelvű lakosság körében volt a legmagasabb a saját felekezeti iskolába beiratottak aránya, szemben mondjuk a többi délszláv csoporttal, vagy hát talán még a magyarság volt hasonló, hogy bár Erdélyben nem vagyok benne biztos. Tehát azért ez az asszimiláció, ha már szóba került ez a fontos terminus is Magyarországon, ez nem csak a magyarsághoz történt, hanem gyakorlatilag magyarság egy része is már a történelmi Magyarország területén asszimilálódott. Tehát én azt gondolom, hogy a kiegyezés az Trianonhoz vezető útnak egy fontos állomása, de kiegyezés nélkül nyilván nem Trianon lett volna, hanem valami más, de lehet, hogy korábban, és lehet, hogy akár erőteljesebb. De ezt nem tudhatjuk meg. Kossuthnak nyilván nem ez volt a vélemény, és nem csak Kossuthnak, hanem annak a hagyománynak se, amelyik inkább negatívnak látja a végeredményt, a kiegyezés versus akár a konfederáció relációban. Na most, hogy a nemzetiségek ezt akarták, meg azt akarták, hogy hány százalékuk. Na most a románok közt most is vannak, a múltkor a rádióban volt szó, nem is egy, nem tudom én, falusi valakiről, hanem valami tudós, hogy hát milyen rosszul jártak a szegény románok, hogy nekik a Tiszáig járt volna Magyarország, és csak ennyit kaptak belőle, amennyit kaptak. Szóval, hogy hát persze nem lehet erre biztosat mondani, hogy mit, hogy. Na most azt lehet tudni, hogy akkor ugye Trianon idejében Sopronnak volt rendelkezési joga, és ennek a Punciktár többségű városnak olyan akarata volt, hogy magyar akar maradni. Na most Pozsonyban is a németek egy picit többen voltak, mint a magyarok, úgy emlékszem 46% német és 43% magyar. Hát nem valószínű, hogyha akarhattak volna, akkor mindenáron szlovákok akartak volna lenni, az a 10%-tól, vagy 11%. Szóval, hogy milyen volt, én úgy hallottam, hogy a Tótoknál volt legkevésbé a magyar ellenesség, és olyan szándék, hogy
ők hát csehekkel együtt akarnak, mit tudom, csehszlovákok lenni. Hát, hogy ez tényleg így volt-e, vagy nem. Hát egyébként azt tapasztaltam saját magam is, hogy nehezen szokják meg, hogy szlovákoknak lettek átkeresztelve. Volt úgy, hogy meg is kérdeztem, hogy és miért nem azt tetszik mondani, hogy szlovák. Hát a szlovák az más, hát szlovákul az unokám tanul az iskolába. És szóval nem azonosították, még sokat csavarogtam az országba, akkor ilyeneket tapasztaltam, hát lehet, hogy most már mindenki szlováknak tartja magát. És a délalföldön is, hát a néprajzi térkép, a teleki féle néprajzi térképen ott németek voltak, miki nem írtották őket, és ugye azok voltak többségben, és hát aztán intézkedtek, hogy nem maradjon, úgy tudom, hogy akik elmenekültek, azokat nem ölték meg. És hát szóval Baranyának is az a része, hát ott is svábok, meg svábok, meg svábok. Aztán úgy mondják, hogy jelenleg is hát magyarnak lenni se előnyös, de németnek lenni az még félelmesebb. Na most a görög katolikusokról, ugye azok kérték a pápát, hogy engedélyezzen nekik ott Debrecenben, mert már nem értik a nyelvet, mert magyarul értenek, és akkor nem a pápa se pártolta ezt a törekvésüket. Aztán bombát küldtek nekik, most se tudják, hogy honnan, a Bukovinából, vagy nem tudják, hogy honnan is küldték. A püspököt akarták felrobbantani, de nem az bontotta fel a csomagot. Ott szoktam elmenni az egyik vértanúnak a sírja előtt. Bocsánat, de mi a kérdés, elnézést, mert ja, hogy, mi lenne a kérdés? Hogy azt mondták mindig, hogy a nemzet, hogy milyen arány, tehát önök hogy tudják, mint szakemberek, hogy a felvidékes hány százalék akarta azt, ami lett, vagy melyik volt leginkább magyar ellenes, melyik nemzetiség? Szóval ezt, ha erről lehet valamit tudni, mert ugye elég bizonytalan. Erről rögtön én is válaszolom, de nem lehet tudni, mert ilyen közvéleménykutatások akkoriban nem készültek. Mindegyik nemzetiség elégedetlen volt, erre ő is hozott föl példákat, mert mindegyik kevesen lette azt, amit kapott. A románok Debrecent és a Tisza vonalat akarták, ez ma már ugye közismert előttünk. És mindegyik még többet, a szerbek Szegedet, hát hiszen az is egy szerb város, Debrecen egy román város. Szóval ne keressünk etnikai igazságokat, Pozsonyból hangzottak el adatok, hát Pozsonynak oda kellett adni, mint főváros, de erre én is azt mondom, hát Kassán nem lett a fővárosuk. Tehát ha már Szlovákia, bele kellett ebbe nyugodni. Tehát egy csomó nagyhatalmi, racionális, de a nemzetiségekre abszolút nem tekintő megoldás született, ezzel mindenki elégedetlen volt, ezt tudom tehát erre mondani, és nem tudom azt, a másik kérdésre választ, hogy hány százalék helyeselte, hány százalék volt azzal elégedett, hány százalék akart volna Erdéllyel Magyarországhoz tartozni, hát biztos voltak ilyen románok, elhangzott, hogy itt gazdagodott egy román csoport. Hát miért akartak ők a szegény Romániával egyesülni a nemzeti szempontoton kívül, ugye? Tehát ezeket nem igen tudjuk megválaszolni. Talán Lajtai László többet tud. Köszönöm. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és releváns kérdés is. Valóban, tehát a nemzettudat, vagy az etnikai tudat is, az lojalitás kérdés. Tehát mi a fontosabb? És ugye ezt hogy lehet tesztelni döntési helyzetben? Ahogy professzor úr is mondta, de hát köztudott is, hogy nem igazán tartottak népszavazásokat, meg közvéleménykutatás se azelőtt, mielőtt ugye a különböző Párizs környéki békékbe átrajzolták a határokat, meg hát ugye amíg a győztes csapatok megszálltak bizonyos országrészeket. De ahol rendeztek, ott érdekes eredmények születtek. Ugye közismert a magyarok számára a soproni népszavazás. Nem akarok nagy butaságot mondani, nem foglalkoztam sokat, csak
valami halványan dereng, hogy minthogyha egy szlovén-német vonatkozásban is lett volna, talán Klagenfurt környékén, igen, egy népszavazás, vagy koroskója, hogy szlovénon mondják, ott a szlovén lakosság bizony Ausztria mellett döntött. Tehát erősebb volt, még mindig erősebb volt a hajdani biroda, így van, Krajna, hát igen, a Szlovéniának a szíve. Tehát ugye annyit azért lehet tudni különböző másodlagos forrásokból, meg nyomokból, hogy nem volt, tehát ezek az úgynevezett nemzetiségek nem voltak homogén csoportok, és egymáshoz viszonyítva is voltak különbségek. Tehát például, most megint egy kicsit távolabbi példát mondva, a reformkorban el nem tudták képzelni nagyon sokáig, hogy mondjuk a románokkal komolyabb problémák lehetnek. És valóban, amikor ugye 48-49-ben ott elszabadul az őrület, Erdélyben komoly harcok folynak, de hát ott voltak hagyományai már ugye a Horáklosszka, meg máskor is, de mondjuk a magyarországi területen, a magyarországi románság, az szolidáris volt a magyar kormánnyal, ne felejtsük el. És az 1868-as nemzetiségi törvény parlamenti, hát részben alsóházi, részben pedig a főrendi házi vitájából is kiderül az, meg főleg a szavazásból, meg az ott elhangzottakból, hogy bizony-bizony nagyon sokan akkor magukat nem magyarként, tehát etnikai értelemben nem magyarként definiáló képviselők, a magyar államegység mellett tesztek hitet. Azt hiszem, hogy a görög katolikus érsek még azt is elmondta, lehet, hogy ebben volt számítás is, meg politikai okosság, de így kimondta, hogy ezt a földet az Isten a magyaroknak adta, a nagyváradi görög katolikus püspök. És nem vitathatjuk el tőlük. De mi becsületes román hazafiak elvárjuk, hogy a saját nyelvünkön iskolázódhassunk. Tehát ez az egyik. A másik, hogy a nemzetiségek is tartottak részben egymástól. Tehát például nem nagyon szoktak róluk beszélni, de mindig homogenizálva beszélünk, hogy a nemzetiségek. De például voltak olyan máshajkú népcsoportok, akik Magyarországhoz sokkal lojálisabbak voltak, pontosan saját jól felfogott érdekükből, például a bunyavácok, Szabadka és környékén laktak nagy számban, akik pont a nemzetiségi törvény alsóházi vitájában expressis verbis kimondták, hogy mi a magyar nemzetnek a tagjai vagyunk, névfajú dalmaták, ahogy mondták, tehát hogy etnikailag ugye egy délszláv népcsoporthoz tartozunk, de nagyon nem akarták, hogy szervajdaság legyen még egyszer. És ez ugye aztán a történetben is bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag ugye horvátok horvátként könyvelték el, ők a szerbek szerbét, de mégis azért van egy bunyavác identitás, ami tudom, bonyolult a délszlávoknál, minden nagyon bonyolult ilyen szempontból, meg képlékeny, de mondjuk ez már az ezer, és ez kijött 1848-49-ben is, tehát a bunyavácok azok a magyarok oldalán harcoltak a szerbekkel szembe. Ugye a magyarországi németségről is elhangzott, hogy alapvetően nem volt erős etnikai tudatuk, illetve az nem fejlődött nemzeti tudattá. Tehát ők magyarok voltak, hát számtalan példát lehet mondani már a reformkorból, főleg a szepesi németek, meg hát a városi németség soraiból is, de hát ők ugye asszimilálódtak nagyon gyorsan. Tehát ez tényleg egy releváns és fontos kérdés, de ez a pontos, precíz válasz, nem tudjuk. És most már utólag nem is fogjuk soha megtudni. Ugye lehet azt mondani, hogy a szlovákok azok mondjuk ilyen mai szakszóval anacionálisak voltak, tehát nem volt erős nemzettudatuk meg, hogy ők ugye tótok, és nem akarták ezt a önálló nemzetépítést. De hát azért most nézzük meg, mióta van Szlovákia, azért nem egy sikertelen ország, azt gondolom. Tehát nem tudhatjuk, mi lett volna, ha népszavazást tartanak. Valószínűleg abban az időben még nem, de aztán kialakult, és onnantól kezdve, hogyha valami kialakul, intézményesül, már elég nehezen lehet úgymond más irányba terelni. Az erdélyi szászok példája ez elég jól mutatja, hogy ők az utolsó pillanatig tartották magukat, aztán más történelmi körülmények között, Ceausescu féle Romániában sikerült megszüntetni egy több száz éves endogén kultúrát, a nyomai ott maradtak. De hát a történelemben számos ilyen példa van. Köszönöm szépen a rendkívül értékes előadást. Valóban csak egy nagyon rövid kérdés. Megelőzhető lett volna-e
az a történelmi fejlődés, ahova jutott ez a nemzetiségi kérdés Magyarország sorsára és beteljesülésére, egyáltalán kivéthető lett volna. Tehát létezhetette olyan út, amivel ez megelőzhető lett volna. Köszönöm szépen, ennyi lett volna csak. Ha megengedik, akkor most a csapos közbeszól, és én fogok válaszolni. Először a második kérdésre. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy amikor az első oszmán lovas átjött a Dardanellákon, vagy a Boszporuszon, abban a pillanatban, és nem csapta agyon senki, abban a pillanatban nagyjából eldőlt a dolog. Tehát vegyük tudomásul, hogy a magyarországi nemzetiségi kérdést, és mindazt a katasztrófát, ami a 20. században a történelmi Magyarországgal történt, ezt alapvetően az oszmán hódítás okozta számunkra. Először az, hogy elveszítettük a harcot a határon, a két végvárvonalnak az elvesztésével, utána pedig az, hogy Mohácsnál ugye oda lett a királyi Magyarország legnagyobb hadserege, majd pedig az ország közepén húzódott több mint másfél évszázadon keresztül a frontvonal. Ezt manapság nem tudjuk már elképzelni, tehát ugye itt nyilván sokan vannak, akik gyerekként megérték a második világháborút, pokoli volt, amikor egy vagy két hétig, vagy mondjuk egy hónapig ott húzódott a településük határában a frontvonal. Képzeljék el ezt 160 éven keresztül. 160 éven keresztül ennek az országnak az erőforrásai folyamatosan pusztultak. Mert vagy háború volt, vagy azért pusztultak, mert nem volt háború, de valaki azért mindig arra ment egy kicsit portyázni, vagy fosztogatni, és ugye ez mind a magyar törzs területeket pusztította. Ez az ország, ha nem is volt teljesen üres, amikor a 18. század elején felszabadították, egyébként ugye a Habsburgok által megszervezett nemzetközi koalíciónak a csapatai, akkor nem azért hoztak be románokat, és nem azért jöttek be a szerbek, és nem azért jöttek le délre a szlovákok, mert a gonosz Habsburgok el akarták németesíteni, románosítani, szlovákosítani, szerbesíteni Magyarországot, hanem mert nem volt elegendő magyar lakos ahhoz, hogy művelje ezeket a földeket. Tehát a dolog az itt, ebben a pillanatban dőlt el, és ez sajnos ez máig nincs benne szerintem kellőképpen a magyar történeti köztudatban. Na most itt viszont ugye visszacsatlakoznék ahhoz a második kérdéssel kapcsolatban, amit Gergely professzor úr az elején elmondott. Ugye a Habsburg monarchia tekintetében szinte valamennyi nemzet és nemzetiség kifelé gravitált már a 19. század közepétől, de a nagyhatalmaknak nem volt érdeke, hogy ez a birodalom fölbomoljon, sőt az összetartásában voltak érdekeltek. És nagy valószínűséggel, hogyha a első világháború következtében nem bomlik fel a német birodalom, és nem tűnik úgy, hogy a cári Oroszországnak a helyén egy marék hamu marad, mert ugye ott a polgárháború és a bolsevik hatalom átvétel miatt nem tűnt egy működőképes nagyhatalomnak, és ezáltal nem válik fölöslegessé az osztrák-magyar monarchiának mindkét nagyhatalom fékjének a szerepe, akkor a nagyhatalmak talán továbbra is ragaszkodnak az osztrák-magyar monarchia fenntartásához, és bárki akart volna kifelé gravitálni, a fejére csaptak volna. De sajnos nem ez következett be, hanem a számunkra. Egyébként még azt is mondanám, hogy nem feltétlenül a legrosszabb esetőség. Tehát azért legalább valamit meghagytak ebből a Magyarországból. Ugye ugyanebben az időszakban a Közel-Keleten össze-vissza húzogatták a vonalakat. Kurdból sem volt kevesebb, mint magyarból, azt máig nincs államuk. Tehát máig azon izmoznak ugye különböző újabb és újabb háborúkban, hogy valamit már hozzanak össze, legalább egy autonóm területet. Nem azt mondom, hogy hálásnak kell lennünk a győzteseknek, szó nincs róla, csak hogy ha nem csak történeti összehasonlításban, hanem területi összehasonlításban is gondolkodunk, akkor még azt mondhatjuk, hogy a sok mohó szomszéd igényei következtében ennél még sokkal rosszabbul is járhattunk volna. Elvihették volna a Balatont például, vagy lehetett volna a Balatonnál a csehszlovák-jugoszláv határ. És esetleg, nem tudom, a Bakonyban lett volna egy kis magyar közösség, ha egyáltalán igényt tartanak rá. Tehát amikor ugye történeti katasztrófákról beszélünk, akkor azért gondoljunk bele, hogy a bekövetkezett rossz forgatókönyvnél még rosszabb forgatókönyvek is voltak, és hogyha megengedik, akkor ezzel a talán kicsit optimistább befejezéssel befejezném magát a vitaestet is. Köszönöm szépen, hogy ilyen türelmesen végighallgattak bennünket, és engedjék meg, hogy még fölhívjam a figyelmet a következő vitaestünkre. 2019. május 7-én a szokott időben 18 órától itt a Veritas Történetkutató Intézetben a Magyarországi Németség sorsa a II. Világháborúban címmel Orosz László kollégánk, illetve Marhut Réka beszélgetnek Újvári Gábor intézetvezető úr moderálása mellett. Erre a rendezvényre is szeretettel várjuk önöket. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltak.